Azon szerintem senki nem csodálkozik, hogy én férfiként nem sokat tudok a koreai arcápolási rutinról, viszont szerintem Magyarországon a nők is nagyon keveset tudnak róla. Dél-Koreában hatalmas hagyománya van az arcápolásnak. Az utóbbi pár évben rendkívül népszerű lett akár Amerikában, Oroszországban, Európában, tehát ilyen nyugati országokban is, és egyre inkább közkedvelt és többen keresik manapság a koreai termékeket. Hogyha jól hallottam, akkor egy koreai nő akár 2-3 órát is eltölthet azzal, hogy egyrészt hidratálja az arcbőrét, másrészt pedig kisminkelje magát. Akár 10 lépéses arcápolási rutint is alkalmazhatnak. Ez egészen az arctisztítástól, kémiai hámlasztáson át, különböző szérumokat, ampullákat foglal magába, gyakran használnak fátyolmaszkokat, és az utolsó lépés általában a fényvédelem, ami nagyon fontos az ázsiai kultúrában, hogy megóvják a bőrüket a napsugárzástól. Ami szerintem hatásos, az egy ilyen 3-5 lépéses rutin, például egy tisztítással, egy megfelelő szérummal és egy arcápoló krémmel már nagyon jó alapot lehet adni az arcápolási rutinnak. Milyen hatóanyagokkal és milyen eljárásokkal érik ezt el? Vannak olyan összetevők, amik kifejezetten Dél-Koreában népszerűek, vagy esetleg onnan erednek. Ilyenek például az erjesztett összetevők. Ezek például azért nagyon jók az arcbőrnek, mert sokkal jobban azonosul a bőrsejtekkel, és jobban fel is szívódik, és jobb hatást lehet velük elérni. Egy másik híres összetevő az pedig a csiganyálka kivonat, ami sokaknak elrettentő lehet, de tényleg nagyon jó hatással van az arcbőrre. Sokan kedvelik még a jáderollereket, rózsakvarcrollereket, különböző arcmasszírozó eszközöket, ugyanis ezzel is egy olyan wellness hatást lehet elérni az otthonunkban, amit más eszközzel nem lehetne.